Tisztelt államtitkár úr, főispánom, alpolgármester úr, kedves tábornok kollégák, de elsősorban megjelent kedves nyugdíjas bajtársak. Tisztelten köszöntöm Önöket, hazajöttem, hiszen 2007 óta teljesítettem szolgálatot egészen 2013-ig dandárparancsnok helyettesként és dandárparancsnokként. Sokukat személyesen is ismerek ebből a korszakból és ebből a korból. Miért jöttem? Az év utolsó alkalma, amikor találkozunk egymással, és jelenteni jöttem Önöknek, hogy hol tart ma a magyar honvédség, milyen kihívások vannak, mire készülünk fel, és hogy mit tanultunk Önöktől. Kérem szépen az első szlágot. Milyen honvédséget szeretnék? Amikor 2007-ben idekerültem, akkor volt egy újabb átalakítás alatt a magyar honvédség. Ebben az időszakban beszéltünk az úgynevezett könnyűlövész koncepcióról, amikor a nehéz technikát kivontuk a rendszerből, leszereltük a harckocsikat, leszereltük az önjáró tüzérséget, méterre szereltük fel, és létrehoztuk az ötös lövész dandárt, amely akkor Hódmezővásárhelyből, Hajdonhatházból és Debrecenből állt. Akkor is éreztük többen, sokan látták is a szakértők, hogy ebből még gond lehet. Ez meg is történt, hiszen ezek a képességek eltűntek, elenyésztek, a technikai eszközöket pedig eladták külföldre. Mi most a cél a megindított 2016-17-18-ban elindult haderőreforma? Egy olyan hadsereg, amelynek a fő célja a magyar emberek biztonságának garantálása együtt a NATO szövetségi keretein belül. Ennek érdekében és ennek tükrében történik ma a haderőfejlesztés, de azokra a tudásra, tapasztalatokra támaszkodva, amit Önök tanítottak nekünk. Hiszen ne felejtjük el, hogy Önöktől rengeteget tanult a rendszer. Amit ma teszünk, az az Önök munkájának az eredménye is. Sok szempontból van így. A továbbra is, hogy elmondtál, akikkel támaszkodni kívánunk erre a tudásra és erre a tapasztalatra, hogy ne kövessük, hogy jó irányba menjünk, illetve ne kövessünk el hibákat. Mi a cél? Ugye a hadsereg a társadalomnak egy olyan alrendszere, amely biztosítja a katonai erőt, de természetesen kell mellette gazdasági, politikai, illetőleg külpolitikai és információs műveletet. Mi egy olyan szegmensen vagyunk a magyar társadalomnak, amely magyar emberek biztonságát kell, hogy garantálja. Kérem a következőt. Hol tartunk most? Rengeteg strukturális átalakítást éltünk meg, ahogy említettem, 2007, aztán 2010-től folyamatosan strukturális átalakításban voltunk, és próbáltuk megkeresni azokat a módszereket, azokat a rendszereket, ami működőképessé teszi a magyar honvédségnek a vezetését és felépítését. Őszinte vagyok, 2017-től van egy olyan kettős feltételrendszer, ami a sikert garantálhatja számunkra. Ez a kettős feltételrendszer pedig nem más, mint a politikai akarat és parancs, hogy a honvédséget működőképessé kell tenni, és ami ugyanilyen fontos, raktak mellé egyébként költségvetést. Ez a kettő, ha nincsen meg, akkor mindig ezen csúsztunk el. Hol volt politikai akarat az átalakításra, csak nem volt hozzá forrás. Visszautalnék 2007-ben, ugye kiszerveztük a nehéz technikát, mert sokba került, és elmondtuk, hogy operatívra könnyű lesz a hadsereg, mennyire jó lesz. Nem lett jó. Tehát most van meg az a feltételrendszer, amikor van akarat, parancs, illetve van költségvetés ahhoz, hogy egyébként egy működőképes hadsereget állítsunk össze. Átmenetben vagyunk, hiszen még élnek és működnek olyan szervezetek, amik a régebbi technikával vannak felszerelve. Bizonyos szempontból a logisztikai ellátórendszerünk még a régi elvekre támaszkodik. Látom Rácz Alezres volt, aki holnap vissza tudná venni egyébként a dandárnak a szemügyi főnöki beosztását, mert azon a területen sem sok minden történt. Ezeken mind a változtatni kell. Tehát ami legfontosabb, gondolkodásmód váltásban vagyunk benne ez a mai magyar honvédség. Bizonyos szempontból a régi dolgok már nem működnek, az újak pedig most jönnek be. Egy szervezet életében ezek a legnehezebb pillanatok egyébként, amikor gondolkodásbeli lépésváltást kell végrehajtanunk. Milyen lesz a jövő hadereje? Elsősorban felkészített, kiképzett katonákból áll, akik elkötelezettek, hogy az új technikát tudják működtetni, azt kiválóan kezelik, a benne rejlő lehetőséget pedig fel tudják használni. Hosszú az út, őszinte vagyok ebben a kérdésben, elkezdtük, az első lépések megtörténtek. Ennek jó példája volt a Kékvillám 1-es 2-es gyakorlat, amit végrehajtottuk júniusban, illetőleg a most befejezett adaptív huszár, ami az országnak ezt a részét érintette a legfőképpen. Mi volt az új az adaptív huszár gyakorlatban? Hosszú évek óta először a civil közigazgatással köszönhetően főispán úrnak együtt tudtunk működni, együtt dolgoztunk, együtt valósítottuk meg azokat a kormányzati célkitűzéseket, amit katonaként nem lehet. Mit jelent a valóságban? Hogy konkrét legyek, a főispánok határozatai alapján infrastruktúrát vettünk igénybe, kötelező behívó jelleggel hoztunk be katonákat, szolgáltatásokat rendeltünk meg, és bizony-bizony ezekből tanulunk.
nem csak a katonai erőt demonstráltuk, hanem még egyszer, hogy tudunk együttműködni a civil közigazgatással, mert a háborút nem a hadsereg egyedül vívja meg. Egy háborút, egy háborús konfliktus mindig a társadalom, illetve a kormányzat együttes erőfeszítés eredményeképpen lehet sikeresen megvívni. Ez világosan látszik az orosz-ukrán háborúból is. Kérem a következőt. Amiről beszéltem, politikai és gazdasági keretek. Látható, hogy a magyar honvédség, illetve a honvédelmi minisztérium költségvetése radikálisan nőtt, és 2003-ban elértük, 2023-ban ebben az évben elértük a 2%-ot. A 2% sokáig bűvös szám volt előttünk. Ha csak egy példát mondok, 2009-ben 350 milliárd környékén volt a honvédség költségvetése. Ebben az évben a működés fenntartása az közel több mint 1000 milliárd forint volt. Tehát többszörösére nőtt a költségvetésünk, egyrészt az új technikai eszközök beszerzése miatt. Az új technikai eszközök láthatják, hogy a fejlesztések aránya a 48-50%-ig terjed. Ez az új technikai eszközpark, ami érkezik be a magyar honvédségbe. Három szempontból vizsgálja a NATO egy országnak a haderejét. Az első, hogy megvan-e a 2%, tehát megvan-e a ráfordított védelmi költségvetés a elvárt módon. Tisztelettel jelentem, Magyarország esetében ez így van, és ez fent is marad. A következő az úgynevezett contribution, tehát részvétel a békeműveletekben. Magyarország ebből a szempontból is előkelő helyen áll. Ha visszaemlékszünk, tavaly előtt Kajári tábornok úr, mint KFOR parancsnok a legnagyobb NATO missziót vezette, és 2021 januárjától pedig Stitz vezérőrnök úr az EUFOR szarajevói műveletet fogja vezetni, tehát egy magyar tábornok fog újból kiemelkedő szerepet játszani, messze meghaladva egyébként az országnak a hadsereg méretét. Tehát ezek a reprezentatív beosztások bizonyítják azt, hogy Magyarország elkötelezett a béke, és főleg a Nyugat-Balkán béke irányában. Több mint közel 1000 katonánk teljesít külszolgálatot egyébként ezekben az órákban, ezekben a percekben is. Tehát azt tudom önöknek jelenteni, hogy ebből a szempontból is mindenfajta NATO mutatónak megfelelünk. És a következő pedig, hogy a fejlesztési terveink hol tartanak. Magyarországnak két nagy fejlesztési csomagja van. Egyrészt ugye a légtér ellenőrzés és a légvédelem. Ennek tükrében Magyarország megvásárolta és bemutatásra került a NEZEM eszköz, megfelelő radarral rendszeresítve, tehát Magyarország ezt teljesítette. Debrecenben lévén egy szárazföldi alakulat, ugye a másik a nehéz dandár. Az előbb beszéltem kivont technikai eszközökről, ezeket pótolni kellett. Ezekben a napokban, órákban érkezik a Leopard A7-es Plus új harckocsi. Egy harckocsi zászlója lesz a legkorszerűbb harckocsiból Magyarországnak. Onnan tudjuk, hogy a legkorszerűbb orosz-ukrán háború. Meg lehet nézni egyébként, hogy nem rosszak az orosz tankok T-72-es, T-90-es. Egy nagy különbség van a Leoparddal szemben, hogy abból nem szállnak ki élve találat esetén. A Leopard tankokból pedig a kezelő személyzet ki tud szállni, tovább folytatja a tevékenységet. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy a túlélő képessége a magyar katonáknak ezekben az eszközökben radikálisan növekedett. A következő ugye a tüzérosztály. Most volt a rendszerváltó lövészete a Panzerhaubitzer 2000-es tüzérségi eszköznek, ami ugyancsak bizonyít egyébként napjainkban is az orosz-ukrán háborúban, illetve Magyarország, illetve a magyar honvédség elkezdte az erre a toborzó kampányt, és ennek megfelelően kiemelt fizetését várjuk a fiatalokat a Panzerhaubitzer tüzérosztályhoz. Emellett a harcjárműről is szólni kell. Kezdjük azzal, a BTR-80 az nem igazi harcjármű, amivel most rendelkezünk. Helyette a magyar gyártmányú Rheinmetall cég által kifejlesztett HIUS, vagy másnéven Lynx harcjármű családdal kerül a nehéz dandár felszerelése. Ennek az első zászlaja, az első kampányunk, ha emlékeznek, embert a vasra kampány keretében Hódmezővásárhelyen kezdődött meg. A jó hír, hogy Debrecenben folytatódik. A következő Lynx zászlaj itt kerül felállításra Debrecen hajdúhatász térségében. Mit tud ez az eszköz? Ez az eszköz a szenzoraival, az éjjellátó képességével, a kamerarendszerével és mindazokkal a technikai újításokkal, amivel most nem rendelkezünk, biztosítja a katonai túlélő képességét. Ez az eszköz az új fegyverzetével biztosítja azt a pusztító képességét, amivel most nem rendelkezünk. Hát azt tudom jelenteni, hogy az a nehéz dandár célkitűzés, amely egyébként Magyarország számára a feladat a NATO részéről, az teljes egészében rendelkezésre fog állni. Azt is jelenthetném, hogy ez a nehéz dandár Európa egyik legkorszerűbb nehéz dandára lesz, amikor készen van. Kérném a következőt. Műveleti környezet. Kiszámíthatatlan. Korábban ugye, amikor a gyerekkoromban, fiatal koromban, amikor a hidegháború időszakában volt egymással szemben a két NATO, illetve a Varsói szerződés, sokkal egyszerűbb volt az élet olyan szempontból, hogy mindenki adott frontvonalat mentén, ha fogalmazhatok így, a hidegháborút vívta.
De aztán megváltozott ugye a 90-es évek rendszerváltás követően a biztonsági környezet. Sokáig Magyarország részéről is az volt a cél, hogy távoli vidékeken, így Cipruson, később a Sínai-félszigeten, majd a Káforban, az Eskorban, majd Afganisztánban és Irakban teljesítsenek katonai szolgálatot, ezáltal jó szövetségesek vagyunk. Egyébként, hogy itthon meg a hadsereg milyen állapotban, azt meg ne kérdezze senki. Tehát volt egy ilyen típusú megközelítése a kérdésnek. Ma már látjuk, hogy Európában az orosz-ukrán háború, a Krími-félsziget annektálása, a Nyugat-Balkánon történt események, amikor magyar katonák is megsérültek például májusban, azt mutatják, hogy nincs többé biztonság. Szólunk pedig az illegális migrációról, hiszen 2015-ben meg kellett építeni a kerítést annak érdekében, hogy a migráció megállítása kerüljön és kontroll alá kerüljön. Miért kell ez a hadsereg és mit tud ez a hadsereg? Nagyon őszinte vagyok, igazából a magyar emberek kedve belül is a fő cél az, hogy Magyarország 100 év múlva, 1000 év múlva is Magyarország legyen, önálló kultúrával, történelemmel, nyelvvel, itt legyen a Kárpát-medencében. Ez a felelősségünk és ezért dolgozunk. Ez a hadsereg építés a gyermekeinknek és az unokáinknak szól, hogy biztonságban tudjanak felnőni, biztonságban tudjanak élni a mindennapi életüket. Azt szoktam mondani a gyerekeimnek, három van, az egyik Debrecenben született, hogy az én élet, az én fiatalkorom, az én gyerekkorom sokkal biztonságosabb volt. Nem voltak ilyen kihívások. Ma már azonban látunk kell, hogy ez az időszak elmúlt. Két dolgot lehet ilyenkor tenni egy társadalomnak. Azt mondja, hogy a hadsereg vágja és ne költsünk rá, és akkor feladja, felrakja a kezét. Vagy azt mondja, hogy felállunk és építünk egy olyan hadsereget, ami hitelesen tudja elrettenteni az esetleges ellenséges érzelmüket Magyarországgal szemben. Ma a másik utat választottuk. És ehhez van szükség az önök tudására, az önök ismeretére és az önök támogatására. Nem vagyunk naívak. Mikor lesz a fiatalból egyébként katona? Azon kívül, hogy jó technikai eszközök lesznek, azon kívül, hogy jó a felkészítés. Ha a nagyszülő, az apa vagy az anya nem mondja azt, hogy jó katonának lenni, akkor megmondom őszintén, elvesztettük azt a fiatalt. A családnak, az önök tanácsának, az önök bölcsességének kiemelt szerepe van egyébként abban, hogy a fiatalokat meggyőzze arra, hogy katonák legyenek. De egy gyönyörű hivatás, mert tudjuk, hogy nehéz. Kihívások, instabilitás, szóltam róla. Nem lehetünk naívak. Az orosz-ukrán háború az nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete. Egyre több ilyen válság fog következni, egyre több ilyen válságút van Európában, és ezért van szükség a szövetségre, és ezért van szükség a magyar honvédségre. Nem gondolhatjuk azt, hogy holnap van fegyverek elhallgatnak, mindenki számára megtartó békét kötnek a felek, és utána visszamegyünk a békállapotban. Ettől a Nyugat-Balkánon nem fog a feszültség lejjebb esni, ettől egyébként az izrael-hamasz közt dúló konfliktus ugyanúgy fog okozni egyébként migráns hullámot, mint az összes többi, amit láttunk ugye Irakban, Szíriában, Afganisztánban, tehát nem lesz könnyebb az elkövetkező évek. Sajnos a legnagyobb probléma az, hogy úgy szokták hívni, hogy kiszámíthatatlanság. Nem tudjuk pontosan, hogy hol fog történni, csak látjuk, hogy egymás után dominószerűen dőlnek meg államok, szervezetek, amikről korábban ezt nem gondoltuk volna. Mi a Magyarország válaszlépése? A nemzeti ellenálló képesség erősítése és az adaptív huszár erről szólt. A közigazgatással, a társadalommal, önökkel együtt tudunk tenni annak érdekében, hogy ütőképes honvédségünk legyen, és Magyarország ezeknek a kihívásoknak megfeleljen. Kérdem a következőt. Na, a levegőből beszéljek, amikor azt jelentettem önöknek, hogy az egyik legkorszerűbb nehéz dandárunk lesz. Ha látják azt, akkor a Leopard A4-ek beérkeztek és ezeket használjuk, ezek vannak ugye a gyakorlatokon, Hajdúhadházon voltak ezelőtt két héttel, de ezt kiképzés céljára vettük. A valós technikai eszközparkot a Leopard A7-es plusz fogja okozni. Miért plusz? Magyarország számára szerelték fel olyan védelmi eszközökkel, ami a legkorszerűbbé teszi. Ennek első példányai beérkeztek a Magyar Honvédséghez. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy időben kötöttük meg a szerződéseket. Ha ma valaki Leopard A7-est vagy A8-at szeretne venni, akkor 7-8-10 évet kell rá várni. Még a válság előtt léptünk, a háború előtt léptünk időben, ezért kapjuk meg ezeket a legkorszerűbb technikai eszközöket. Lynx harcjárművek, több mint 200 darabot rendelt meg a Magyar Honvédség, ennek egy részét Németországban, de nagy részét Zalaegerszegen fogják gyártani. Magyar emberek fogják összerakni, annak érdekében, hogy a legkorszerűbb technikai eszközzel rendelkezzünk. Jelentettem önöknek, hogy 24 darab új tüzérségi önálló eszközt szereztünk be. A PZA 2000-es biztosítja a
füzércsapatok számára azt a technikai eszközparkot, ami egy óriási generációs ugrás. Miért? Azért, mert digitalizált, képes az eszköz arra, hogy egy időben adott röppályán hat lövedék legyen egyébként a levegőben, és egyszerre csapódjanak be a célponthoz. Magyarul, mintha hat löveglőt volna. Tehát ezek a technikai eszközpark jav meg és megnövelt hatótávolsággal, és többfajta lőszerkészlettel vásárolta meg a Magyar Honvédség. Azt tudom nekik jelentni, hogy a tűztámogató képességet visszaállítottuk. Nagy az ugrás. Jelen pillanatban egyébként 60 mm-es aknövetőink vannak, amit mintegy 1500 méter is képesek ellőni. Most 40 és 70 km közé tudunk tüzet vezetni. A következő ugye látható, amit kiemelik a GIDRÁM, mind a tüzérosztály, mind pedig a kiszolgáló elemek ezzel kerülnek felszerelésre. Ugyanilyen fontos, hogy Magyarországon kerül létrehozásra a gyártásuk, Magyarországon teremtenek munkahelyeket, ebből több mint 400 darab lesz szerelésítve a Magyar Honvédségbe. Itt is látható Hajdú hatházon 4 darab, gyors, mozgékony, megfelelő tűzvédettséggel, illetve tűzcsapásmérő képességgel rendelkezik. Legfontosabb van mögötte harci tapasztalat, a török erők ma is használják Szíriában. Láthatók a különleges műveleti erőnek beszerzett Polaris, illetve NMS eszközök. Tehát azt tudom önöknek jelenteni, hogy a Magyarország kormány időben lépett, amikor a szerzéseket megkötötte, hiszen ezek a technikai eszközök már beszerzés, illetve beszállítás alatt vannak. Kérem tisztelettel a következőt. Légerő. Ugye folyik a Gripennek a modernizációja, 14 eszköz szerzett be a Magyar Honvédség. Itt olyan eszközökkel, olyan felderítő eszközökkel, olyan érzékelő szenzorokkal kerül ellátásra, amely teljes egészében a kapacitását ki tudja használni az eszköznek, és új típusú fegyverrendszert rendszeresítünk hozzá, úgynevezett stand-off fegyverzetet, amely a mélységben lévő tűzcsapás képességet tudja adni a Magyar Honvédség, illetve a tervezők számára. Láthatok az Airbus-ok, amely a misszióban hajtunk végre egyébként műveleteket. Itt többször felvetődött a kérdés, hogy kik használja ezeket az Airbus-okat. Én tisztelettel jelenteni önöknek, hogy amikor az Izraelből kellett a magyar állampolgárokat pár héttel ezelőtt kimenekíteni, az Airbus-ok mentek éjjel-nappal, és Magyarország egy magyar légijót üzemeltetve több száz magyar állampolgár és más állampolgárságú embereket menekített Izraelből biztonságos helyre Magyarországra. Nagyon érdekes és nagyon fontos, amiről beszélnünk kell, a KC-390-es technikai eszköz, amely jövő évben érkeznek be, két szállító repülőről van szó, amely biztosítja egyébként a logisztikai utánpótlást a műveletekben, azokon a területeken, ahova egyébként szárazföldön nehézkes vagy nagyon hosszú lenne az anyagoknak az eljutatása. Szólni kell az Airbusról, ugye a H-145-ös és a H-225-ös helikopter flotta beszállítás alatt van, a legkorszerűbb technikai eszközeink, amelyek alkalmasak arra, hogy szenzorokkal éjjel és nappal biztonságosan tudjanak repülni vele, és szállítani tudjuk a katonáinkat, hogy a H-225 emellett pedig megfelelő fegyverzeti eszköz családdal is rendelkezik. Kiemelten szeretnék szólni a NASAMS eszközről. A NASAMS eszköz átadásra került az első példányok Győrben. Ez az a korszerű légvédelmi eszköz, amely biztosítja Magyarország légtér szuverenitását. Orosz-ukrán háború, aki a légteret nem tudja megvédeni, nem tudja uralni, az vereségre van ítélve. Világosan látszik, hogy a szárazföldi csapatok nem tudnak mozogni légibiztosítás, légvédelem nélkül. Magyarország pedig a legkorszerű radarokat, illetve a NASAMS eszközt szerezte be megfelelő rakéta mennyiséggel. Hát azt tudom önöknek jelenteni, hogy maga az eszközpark, hogy Debrecen és Magyarország légtere biztonságos legyen, az rendelkezésre áll, illetve fog állni. Szólni kell, ugye jelentettem önöknek a radart, illetve kiképzésre hoztuk be az lényeket és vásároltuk meg. A Mi-24-esek és a Mi-17-eseket pedig addig tartjuk rendszerben, amíg az életciklus le nem jár, hiszen ezek olyan eszközök, olyan igáslovakkal fogalmazhatok az orosz technológiából fakadóan, amelyek alkalmasak több típusú feladat ellátására. De hamarosan ki fognak szaladni a rendszerből, befejezik az életciklusokat, és akkor kivonásra kerülnek a Magyar Honvédség eszközparkjából. Jelentettem önöknek a radarokat, illetve alul láthatják az L-39-es kiképző repülőt. Ezek a repülők biztosítani fogják a pilótaképzést, mert a pilótaképzések gondjaink vannak. Amikor én fiatal voltam, akkor mindenki vadászpilóta akart lenni. Ma már nem szeretnének. Ma influencerek, meg énekesek szeretnének lenni a fiatalok és nem vadászpilóták. Úgyhogy óriási a hiány egész Európában és a világon vadászpilótákból. Ezért a Magyarország azt a döntést hozta, hogy megpróbálkozik önállóan egyébként a vadászpilóta képzéssel, annak minden szegmensével. Mire egy vadászpilóta egyébként felszállhat és készültséget ad, és biztosítja a légkérnek a védelmét, az másfél milliárd forint.
Tehát ez maga csak a képzés. Olyan fiatalokra van szükségük, akik elkötelezettek, egészségesek, és fejben ott vannak, hogy egyébként ezt a technikai eszközparkot, a korszerű technikai eszközparkot, amivel rendelkezünk és rendelkezni fogunk, tudják üzemeltetni. Egy óriási feladat egyébként, és ennek érdekében szereztük be ezt a repülőgép típust. Kérném a következőt. Mik a prioritások? Műveleti képesség. Ahogy jelentettem önöknek, ugye sokukkal együtt éltük meg az átalakítások végtelen sorozatát, ami mindig arról szólt, hogy egy operatívabb, korszerűbb, hatékonyabb hadsereget hozzunk létre, ami sokszor, ahogy szokták mondani, egyébként papír átalakításokról szólt. Új szerveteket hoztunk létre, korábbiakat bezártunk, technikai eszközöket kivontuk a rendszerből, és elhittük, hogy ettől jobbak leszünk. Nem váltak be, és egyébként emellett pedig a békevezetésnek a papírozását művészi szintre emeltük. Tehát mindenről született parancs, útbaindítás, menetlevél, elszámolások, hogy egyébként folyik egy kiképzés a gyakorlatilag, az egyre kevésbé érdekelt a katonát. Meg kellett változtatni, hiszen egy olyan hadsereget örököltünk annak idején önöktől, ami még harcképes volt, és ennek a visszaállítása zajlik. A kevesebb adminisztráció, kevesebb nem harcoló beosztás, és olyan szeretek létrehozása, amik valóban arra inspirálják a katonákat, hogy katonák legyenek. Az adaptív huszár kapcsán láttam újból katonákat az országutakon, a hidakon és a levegőben. Sokkal több a potenciál a katonáinkban, mint azt gondolnak, és ez megnyugvással tölt el. Nem tette fel senki a kérdést, hogy miért. Nem volt róla papír sok mindenről, hanem csak a szabályok mentén önálló kellett végrehajtani. Át kellett telepíteni például a Gripen alegysége jelentős részét Sármellékre. Soha nem csináltunk ilyet, mert papíron ez jól ment. Most megnéztük a valóság, hogy a földi lépcső, az eszközök, a pilóták milyen rendben, hogy érkeznek oda. Áthoztuk a leopárdokat egyébként Tatáról a nullapontra, a nullapontról beraktak és jöttek Hajdúhatházra. Egy időszakban rombolt vasúti pályát kellett kikerülniük, le kellett rakni a vasút mentén, korábban ezzel mindennapos volt egyébként, le kellett rakni a harckocsikat, át kellett kelni a hidon, majd visszaraktak és jöttek tovább Hajdúhatház irányából. Előre tolt logisztikai bázist telepítettünk Baktalóránházán, illetve Nyírtelken. Valós képességet vittünk oda, valós üzemanyagtartálya, valós élelmiszer ellátófontokkal és minden mással együtt. Kritikus infrastruktúrát őrizték tartalékos katonáink. Eddig mindig arról beszéltük, hogy a kritikus infrastruktúra milyen fontos, csak két dolgot nem tudtunk, hogy miért fontos és hol van. Ma világos képünk van arról, hogy a kritikus infrastruktúrák hol vannak, mit kell őrizni és ez miért fontosak számunkra. Ha megnézzük az már ismertetett orosz-ukrán háborút, mit csinál az orosz fél? Mélységi csapásmérésekkel a kritikus infrastruktúrát, így az áramot, az energiát, illetve a hőközpontokat pusztítja. Azért, hogy egyébként a társadalomnak az ellenálló képességét megtörje. Ne legyen áram, ne tudjanak főzni, ne tudjanak normális életet élni az emberek. Ezek nagyon fontosak, csak erről nem szerettünk beszélni. Mi szerettük a nulla ponton a nagy bemutatókat, mikor kiment az előjáró, megtekintette, leküzdöttük a célokat, pusztítottuk, összeraktuk, hazamentünk, meg volt a gyakorlat, ipak kiváló. De egy hadseregnek nem ez a rendeltetése, és nem ez adja a műveleti képességet. A tervezés, a világos egyértelmű feladatszabás, az alárendeltek önálló cselekvése, és ezt követően pedig a feladatnak a végrehajtása. Büszkén jelentem önöknek, hogy a Magyar Honvédség az első tesztjét sikeresen végrehajtotta. Nagyon fontos, hogy jelentettem önöknek a légtérvédelem és a légtérszuverenitás, annélkül nincsen sem szárazföldi művelet, sem logisztikai mozgás, nincs egyéb, nincs államigazgatás, nincs közigazgatás. A levegőből Magyarország támadható és pusztítható. Támogató képességfejlesztés, logisztikai rendszer átalakítása. Oda kell rakni a logisztikát, ahol a harcoló van, az utánpótlást biztosítani kell. Emellett nem szabad elmennünk amellett a tény mellett, hogy Magyarország nagyon jó és nagyon rossz helyen van. Nagyon szép helyen van a Kárpát-medencében. A probléma a következő, hogy Európában északról délre, keletről nyugatra Magyarországon keresztül vezet az út. Ez óriási felelősséget ad számunkra, hiszen az úgynevezett befogadó nemzeti támogatás keretében adott esetben több tízezer NATO katona, szerelvény, illetve anyagmozgás várható. Erre fel kell készíteni a rendszerünket. Nem csak a Magyar Honvédséget kell tudnunk ellátni, hanem biztosítanunk kell a NATO csapatoknak a befogadását, mozgatását, elszállásolását, az országon keresztül történő átvonulásának biztosítását. Ez egy óriási kiterjedt feladat, legalább olyan fontos egyébként, mint a harcoló csapatoknak a biztosítása. Itt tudom önöknek jelenteni, hogy mindazok a fejlesztések, amit elkezdtük, az összhangban van a NATO-val, de Magyarország védelmét ugyanúgy szolgálják. Kérném a következőt.
Védelmi ipar. Ugye hiteles haderő védelmi ipar nélkül nem rendelkezik. Miért nem? Az az állam, aki minden kívülről, külföldről vásárol meg, az nem várhatja, hogy konfliktus esetén el is tudják őt látni. Ha minden technikai eszközt Németországból, Franciaországból, más európai államból hozunk be, és ott van a gyártási kapacitás, és nálunk nincsen semmi, akkor adott esetben nem fogjuk tudni megjavítani. Ez egy óriási probléma. Nézzük meg az orosz-ukrán háborút, orosz részről is, hogy az elén rengeteg problémát okozott számukra megfelelő alkatrészek beszerzése. Az ukrán fél esetében hatványozottan jelentkezett, amikor ugye a nyugati szállítmányok megjelentek, utána kellett szállítani. Aki nem gyárt, aki nem rendelkezik vele, aki nem tudja reprodukálni egyébként a technikai eszközparkját, az közép és hosszú távon vereségre van ítélve. Ezért született az a döntés, hogy a védelmi ipar feltételeit meg kell teremteni. Kettő okból, hadsereg ellátásbiztonság, a második pedig ugye munkahely teremtés. Illetve a harmadik a know-how, mérnökképzés. Beszélhetünk arról, hogy Magyarországon kiváló mérnökképzés van, így igaz, de nem hadipari mérnökképzés. Az a képesség jó pár évtizeddel ezelőtt elveszett. Azt kell visszaállítani, és a fiatalokat behozni a hadiparba, ahol legkorszerűbb eljárásokat, gondolkodásmódot tanulják meg, mert sajnos az ember nagyon innovatív egyébként, amikor harcászati technikai eszközöket fejleszt, hogy tudná minél az ellenséget minél hatékonyabban pusztítani. Tehát ezt a tudást is meg kell tudni szerezni. Itt látható, hogy egyébként Magyarországon milyen jelentős előrelépések történtek az önálló hadipar megteremtése érdekében. Kérném a következőt. Gondoskodási kör. Ugye miért vagyunk itt? Látható, hogy az ország ezen felében 2027 ellátási körben vonható kollégánk van. Miért fontos ez számunkra? Mert itt azért van lemaradásunk. Tehát amit önöktől kaptunk, önöktől tanultunk, azt vissza kell tudnunk adni. Akár tetszik, akár nem, ki kell azt pontosan és világosan mondani, hogy bizony a fiatalabb nemzedék mindig az idősebb irányában tartozik. Azért jöttem egyébként, hogy jelentsem önöknek, hogy milyen elgondolásaik vannak a jövőre nézve, hogy tudunk még hatékonyabban, még jobban önökről gondoskodni, hogy mindig azt érezzék, hogy a Magyar Honvédség nagy családjához tartoznak. Önzőkból tesszük, mi fiatalabbak, hát egyszer, ha megérjük, mi is elérjük azt a portal önök vannak. És nekünk is majd jól fog esni, hogyha szólnak hozzánk két emberi szót. Hát nagyon fontos számunkra az önök tudása, tapasztalata, és hogy megfelelően gondoskodjunk önökről. Kérném a következőt. Megmondom őszintén, hogy több helyen tartottam már ezt a látogatást. Több olyan kérdés van, amire szeretnék reflektálni, ami a kollégákat érdekli. Az első az, hogy lesz-e honvédségi nyugdíjas ház, vagy hospice ház, vagy hasonló. A hazuga altábornagy úrral nem jöttek, de beszélünk erről a kérdésről, mert azt is megtanultam egyébként a nagyszüleinek a példájából, hogy a idősebb fát nagyon nehéz átültetni, mert a gyökerei ott vannak, ahol él. Kétfajta koncepció van, az egyik most úgy tűnik, hogy egyébként elmentünk egy oldalra. Az egyik koncepció, őszintén jelentem önöknek, hogy valami nagy központi nyugdíjas házat építünk, és az ország minden részéről behozunk oda az embereket. Ennek lenne előnye. De ha most mondom Szentendrén, Budapesten, csak így példaként mondom önöknek, mindig az vetődik fel, hogy eljönnének-e oda a nyugdíjas kollégák. Szeretnének-e költözni, oda bejönni, és akkor ott élni? Vagy pedig a másik lehetőség, hogy helyben keressük meg azokat az ellátási formákat, és fizessünk be idős otthonokba a kollégákat, ahol egyébként a környéken, ahol laknak. Egyre inkább azt kell mondani, hogy a második utat fogjuk választani, mert ez a nagy központi dologgal több probléma van. Őszinte vagyok, egyrészt nagyon hosszú, mire létrehozzuk. Hát katonák vagyunk, mindannyian, akkor is, hogyha önök most civilben vannak. Hát tudják, mire egy katonai szervezetet létrehozunk, felépítjük, parancsnok, orvos, ápolónők, az bizony idő. És azt követően pedig, hogy a kollégákat oda visszük. Tehát inkább a második irányba fogunk elmenni, hogy helyben próbáljuk ezeket a kérdéseket kezelni. Nem mindenkiről tud a családja gondoskodni, nem mindenkinek van olyan, olyan hozzátartozója, aki meg tudja ápolni nap, mint nap, hogyha az idő eljön, de ez nekünk felelősségünk. Tehát ebbe az irányba próbálunk elmozdulni. Mi a másik? Az üdülésnek a felülvizsgálata egyébként, hiszen az üdültetéshez ugyanolyan joguk van önöknek, mint bárki másnak, tehát ebből a szempontból kiemelten kezeljük az önök igényeit, és arra törekszik, hogy egyébként a szezonokat kinyújtsuk, és több lehetőséget biztosítsunk a nyugdíjas kollégáknak. A harmadik,
Januártól buszjáratokat fogunk bevezetni, ugye a Honvéd Kórházban, aki jár felkezelésre, azt tudja, hogyha mondjuk reggel labor van, akkor reggel ott kell lenni. És hogyha bizony oda 1 óra kell menni, most az nem várható el senkitől, hogy elinduljon Debrecenből hajnal 2-kor, 3-kor, hogy 6-ra felérjem, és ezt megoldja. Úgyhogy ehhez megfelelő buszjáratokat fogunk indítani, illetve távolabbi helyőrségekből lehetőséget biztosítunk átvonó, jól értsük, nőtlen szállónak a biztosítására, most nem tudok jobb szót. Tehát, hogy ott meg tudjon aludni, nem messze a kórháztal, és ott be tudjuk vinni, és ott megfelelő, és úgy menjen a napi kezelésnek. Ez egy fontos. Lehet, hogy kis dolog, de szerintem azért ez fontos, tehát ezeken gondolkodunk, és ezeket próbáljuk januártól bevezetni, az alapulatokkal együttműködve. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, amivel tartozunk a nyugdíjas kollégáknak. Amellett nagyon fontosnak tartjuk az ilyen típusú rendezvényeket, hogy időről időre összejöjjünk, és nem csak amikor a állami vezetők, katonai vezetők vannak itt, hanem alapulatok szintjén a parancsnokok is tiszteljék meg évente többször a nyugdíjas kollégákat, hogy elmondják és jelentik, hogy hol tart az adott alakulat. Ezek nagyon fontos kapcsolódási pontok. Kérem a következőt. Mi a prioritás? Akkor átvettem a vezetőkatonai beosztást, én azt jelentettem, hogy senkinek nem fogok olyat ígérni, amit nem tudunk végrehajtani. A mai munkaerőpiaci helyzeten nem könnyű egyébként katonát találni, valljuk be őszintén. Nézzük meg Debrecen. Itt van a gazdasági fejlesztéseknek köszönhetően nagyon helyesen egy BMW gyár, lesznek újabb gyárak, amik építve, ezek munkaerővel működnek. Nekünk arra kell a hangsúlyt fektetni, hogy a bent lévő katonáknak olyan körülményeket teremtsük, hogy bent maradjanak, itt maradjanak, akiket pedig betogózzunk, annak érdekében pedig olyan munkafeltételeket adjunk és olyan juttatási csomagot, hogy azt mondja, hogy jó katonának lenni. Hogy tudjuk elérni? Ugye fizetés. Ha látták, akkor az embert a vacsa kampány keretében kiemelt fizetéssel keresünk kollégákat. Munkafeltételek javítása, minden laktanyában lesz wifi. Mindig ugye ezen elnézést, de a fiatalok vonatkozásában azt tisztán látni kell, hogy nálunk is 3 gyerekem van, 18, 16, meg 10, az csak olyan helyre megyünk egyébként nyaralni vagy kirándulni, ahol van wifi. Ha nincs wifi, akkor onnan már fordulunk is ki, nem nagyon érdekli őket a világ. Jó vagy rossz? Ezt én nem tudom megítélni, de ez a valóság. Ők valahol egy virtuális térben élnek, ha a virtuális tér egyébként nincs meg nekik, akkor nem fognak bejönni. Megfelelő juttatási csomagok egyébként, hogy érezzék a megbecsülést ezek az emberek. Nagyon fontos számunkra azt, hogy lássák, hogy egy szervezethez tartoznak. És biztosítjuk számukra a jövőt. Képzéssel, továbbképzéssel, links vonatkozásában, tanfolyamokkal, Németországban, hogy ne beszéljek rébuszokban, vagy minden más egyéb olyan képzésben, amit esetleg a civilben nem kaphatnak meg. MH és a tárfolyam kapcsolatának újjáépítése. Ez két úton megy, hogy említettem, hogy a hivatásos hadseregen keresztül, és ehhez kérdem az önök támogatását. Még egyszer, amit önök mondanak, arra odafigyelnek a családba. Ha én odállok a főtéren és elmondom, hogy milyen jó katonának lenni, Kossuth téren, akkor azt mondják, hogy persze, hát ez a dolga. Tehát önök tudják igazából megbízni a fiatalokat, és ebben támogatást kérek önöktől. A másik a tartalékos rendszer. A tartalékos rendszerben lévő fiatal vagy emberek a Magyar Honvédség nagykövetei. Ha ők elmennek egyébként haza-vissza a településükre, és azt mondják, hogy jó volt a gyakorlat, jó a felszerelés, tényleg jó katonának lenni, akkor megnyerik a mellettük lévő embereket. Ha visszamegy és azt mondja, hogy ez nem sikerült, akkor nem fognak jönni. Tehát a tartalékos rendszeren keresztül a társadalomba kell visszamennünk, kell megjelenni, hogy minden magyar ember fejében ott legyen, hogy van hadsereg. El kell kerülnünk azt az állapotot, ami több államban egyébként létrejött, hogy nem tudom, tudják-e, az Egyesült Államokban 1% aki a honvédség az amerikai hadsereghez kötődik. Nálunk azért ennél jóval jelentősebb, de még nem értük el azt a szintet, hogy az emberek tudják és érezzék, hogy van egy hadsereg. Kicsit olyan messzinek és távolinak tűnik még mindig a hadsereg a társadalom számára, de társadalmi támogatás nélkül nem lesz jó hadsereg. Hiszen a társadalom által befizetett adókból folyik ez a nyaránk haderőfejlesztés, ami a magyar emberek biztonságát garantálja. Nemzetközi kapcsolataink. Ahogy jelentettem önöknek, a NATO vonatkozásában a Magyar Honvédség mindenfajta követelmény szerint jól teljesít. Az Európai Unió vonatkozásában ugyancsak jelentettem, a SIS tábornok vezetésével az EUFOR katonai misszió Szarajevóban egy magyar tábornok vezeti 2024. januárjától. Ezek kimagasló eredmények. Messze meghaladják egy 10 milliós állami érdekérvényesítő képességét őszintén. Ezek erős diplomáciai jelzések, annak tükrében egyébként, hogy milyen a Nyugat-Balkánnak a biztonsági helyzete. Mi a cél? A társadalomnak támogatott, kiképzett, felkészített, működhethető,
és jól feltöltött hadsereggel rendelkezzünk. Mely büszke nemzeti hagyományaira, képes NATO és EU kötelékben tevékenykedni, de ami legfontosabb, szavatolja Magyarországnak a biztonságát. Én ehhez kérem az önök támogatását, én ehhez kérem az önök segítségét, az önök bölcsességét és az önök tapasztalatát. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és tisztelettel állok rendelkezésre, hogyha valakinek véleménye, kérdése van. Hát, ha nincs, akkor nagyon szépen megköszönöm, rátszavazás úrra, szarkázás, hogy parancs! És inkább, mert ez az otthon, vagy lakás, vagy ház, ez nem csak a nyugdíjasoknak szól, hanem a mostani aktívaknak is szól. Mert valamikor nyugdíjasok lesznek. És hát, a megbecsülés nagy térre átmutatná azt, ha időskorukban bekerülhetnének ilyen helyzetbe. A másik, Sitosban jelent meg, és tavaly ugyanígy megkérdeztem az akkori vezérkari főnököt a disztriktumnak az újjászervezéséről. Mert benne volt a Sitosban, méghozzá valamelyik idei számból. Ezzel kapcsolatban történtek-e lépések, vagy nem? A debreceni? Hemú vagy általában? Általános. Általános. Tehát újjászervezése, amit ugye valamikor, amikor szűntek meg a alakulatok, egyesek úgy gondolták, hogy a gyerekkel, a laborral a gyereket is kiöntjük, és nem gondoltak arra, hogy vannak olyan helyőrségek, ahol megmarad a alakulat, és kellene a tisztítani. A harmadik téma már nálamban a nyugdíjas hivatolvány kérdése. De amikor ez megjelent, bemehettünk a laktanyába sportolni, fogászatra, a jogosítványt hosszabbítani, akkor még elfogadták a honvédorvosnak a pecsétjét. A könyvtárba bemehettünk, sokat múzeumba mehettünk, egy idő után nem megszűnt. Amikor te voltál itt a parancsnok, ezt úgy kidaltuk átfendőszer, hogy katonatésor, te jóvá vagytad, és a hét napjain ettől eddig bejelentünk. Most nem tudom, hogy ezzel lehetne ezt megcsinálni, vagy hogy mi a helyzet, vagy visszaállítani a nyugdíjas igazolvány tekintélyét. Köszönöm szépen! Köszönöm! Akkor az elsőktől kezdjük a Budapest központi vagy hely. Viszont ez most ellentétes volt János a Székesfehérvár és a kaposvári tapasztalatokról. Ők azt mondták, hogy nem központit szeretnének, hanem abban a régióból ők élnek. Most nem arra volt, hogy visszadom a labdát, de ezt a vitát nektek kéne lefolytatni, hogy melyiket. Egy biztos, tehát az nem fog menni, hogy mindent is. És olyat meg nem szeretnénk tovább vinni. Úgyhogy most van költségvetésünk is, ami egyébként a nyugdíjasok által nem támogatott. De ezt én ebből a pozícióból sem fogom tudni megmondani, hogy melyik jobb, mert ellentétes véleményeket hallok. Értem a teljes rendszeredet, hogy a nyugdíjas kollégák együtt szeretnének lenni és egymással beszélni,
hiszen akkor a gyakorlatokról, a közös múltról, az élményekről meg lehet osztani, még egy civile sokkal nehezebben történik. Én ezt emberileg abszolút elfogadom és akceptálom, hogy akkor most már hűlőre kellene jutni, mert az idő halad, hát a becsület meg, hogy szokták mondani, hogy fogy, tehát nekünk ez meg egy kötelességünk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és úgy még egyszer nem szeretnék, hogy ebben ti nem vesztek részt. Hemu? Debreceni Hemu nem működik egyébként. Ebből az érdekes, hogy van, ahol meg működik, tehát Szolnokon működik. Kaposváron működik a Hemu, de alig használják. Vásárhelyen, bent a belvárosban mi volt, azt most kijebb vitték, de azt is alig használják. Na, meg kell találnunk ennek a módját, hogy akkor ezt mire szeretnénk használni. Tehát azok, amikor még fiatalabbak voltunk, ugye az egy kultikus hely volt egyébként a Tiszti Klub, Lentiben is egyébként egy központi volt, gyerekkoromban Kaposvár is egy központi hely volt, hogy mit szeretnénk belőle kihozni, tehát hogy mire szeretnénk használni, és ennek tükrében újra fogalmazni. Azért azt őszintén látni kell, hogy nagyon kevés olyan vállalkozott találni, aki a talánra egy beruházás, mondjuk egy éttermet ott működte, és csak a honvédségi dolgozókból és csak a honvédségi nyugdíjasokból kíván megélni. Szerintem ezt belátható, hogy abból most manapság nagyon nehéz lenne megélni. Vagy akkor azt sem, hogy csinálunk egy helyőrségi klubot, de mindenkinek kinyitjuk. Akkor az mitől helyőrségi klub? Tehát ezt is definiálnunk kellene, hogy akkor mit szeretnénk ezzel kezdeni. Mert elmondom nagyon őszintén, hogy a Stefánia ugye működik, mint központi, ez tőle van civil rendezvénye. Abból tud megélni egyébként. Tehát akkor kell mögé egy olyan támogatás is, hogy mindenki el tudjon menni, és ezt működőképessé varázsolja, mert azért, hogy valaki csak megnyissa és működteti, nem fogja senki vállalni. Nyugdíjas belépés alaptanyákban szerintem ez teljesen természetes dolog, nem tudom, hogy utána mi történt, hogy elmentem, de újra kell akkor szabályozni. Bizonyos szabályok vannak, azért ezek most már NATO szabályok alá eső alaptanyák, tehát valóban leadott műsor alapján átnézik, és be lehet jönni a laktanyába. Nem akkor, amikor a legnagyobb kiképzési foglalkozások meg egyébek vannak, de teljesen természetes, hogy kell egy kapocs, hiszen aki elment a laktanyával, érezni kell, hogy oda tartozik. Tehát erre meg fogjuk találni a megoldást. Egyébként ez az időpontoknak a szabályozott rendszere szerintem működtethető Debrecenben és országosan is, annak érdekében, hogy meglegyen ez a kapcsolatrendszer. Felemás válaszokat adtam, inkább több kérdést tettem fel, mint amire választottam, de még egyszer ezt együtt tudjuk megcsinálni. Tehát ez erővel, vagy parancs alapján, vagy egy miniszteri utasítással, ez nem megoldható kérdése. Amíg ebben nem jutunk egymással a közös álláspontra, addig sajnos folyik a dilemmázás, hogy melyik irány a jobb. Egyet tudok ígérni, sem a miniszter úr, sem államtitkár úr, sem én nem fogunk olyan álláspontot támogatni, ami a nyugdíjasok érdekeivel szemben, vagy a nyugdíjasok nagy többségének érdekeivel szemben. Ráncol ezzel a súr. Kérdés, most hozzám? Igen, ezt mondják. Tehát a belső viszonyokra, a belső törékenységre is legalább akkor energiát kellene fordítani, amennyien energiát fordított most az ország, a valami technikai eszközök, a felfelelések beszerzésére, stb.
az első viszonyok. Mert van is olyan érthetetlen dolog, amivel civilként szembesülnek a civilek engemet, és kérdezték, hogy jövő dolgok katonák, hogy mit fogod a 45 éves történet. Hát megmondom, hogy először kapartam. Nem igazán örültem úgy, ahogy beharangozták ezt a történet. Aztán számtalan olyan kérdést tesznek fel az emberek, amit nehezen tudod megválaszolni. Lehet, hogy személy szerint is jobban kötődök ahhoz. Nem igazán érted, hogy miért kellett megváltoztatni az 5. Böskésvági Nobel-díjat, ez megnevezést, 11. Kolyúdantára, stb. Már csak azért is, mert rendkívül fontos a katonai szervezetek beágyazottsága. Hogyha a debreceni vasútállomás környéken a Petőfi téren, mint hogyha most érkeztem volna a Debrecenbe, elkezdett kérdezgetni a debreceniekre, hogy hol van a 11. Kolyúdantára, hogy jutok el, 10-ből 10 nem fogja tudni elmondani. Hogyha megkérdezem, hogy a Bocskai Dandára hogy jutok el, akkor a 10-ből már 6-ra meg fogják mondani. Azt kérdezem meg, hogy merre van a Kossuth Laktor, hogy a mindenkinek meg. Tehát ezt jelenti a beágyazottság. A másik. A legnagyobb érve, hogyha azt látjuk, hogy a civil életre, a pártnára menjünk, katonákkal találkozunk. Korábban nem nagyon találkoztunk katonákkal, mert nem volták az egyenlőt. Most már eljutottunk hozzá, hogy hordják az egyenlőt. Tehát sokszor, amikor utolsó testvérte, az állomás környékén találkozott a katonákkal, nem igazán rövidült az egyenlőt. Nem tiszta, nem vacsal, nincs tartása nekik. Sokszor nehéz megkülönböztetni egy menekült. Miskolc buszpályon van, látom a kadétokat, és mosolygok. A gyerekek 5 számmal nagyobb gyakorlatilag. Nevetséges. Tehát a katonának kell egy tartást, ezt a tartást is vissza kell neki. Hogyha ezt látták, hogy katona jól nézni, tartása van neki, stb. Akkor lehet, hogy nem annyira fontos a tüzetés. Ennyi. Most a rügyesok rögtön. Jánosok barátoknak egy részéről igazad van, a másik részéről benneteket is meg tudok érteni, mert nem lehet minden rügyesok van. Viszont a gondolkodás módon is megtalálhatunk. Én mindig szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy ha olyan helyzetre kerülök, hogy a segítségükre szorulok, akkor én el fogok menni a dolgokat. Viszont azt látom, hogy most olyan hosszú váró lista, tehát fél évvel van. Vagyis lehet, hogy már most el kellene költenem, de én még most még nem akarozzam menni az otthonba, annak ellenére, hogy a fiam Pesten van, a lányom vagy Münchenben. Nem jól érzem. De kellene egyfajta biztonság, hogy ha majd rászorulok, akkor biztos, hogy leszek. Ezt a biztonságot jelenteni, hogyha a saját a tiszti klubokkal kapcsolatban. Én nem úgy mondom, hogy a tiszti klubokat kell visszaállítani, mert nem kell. Viszont a nyugdíjas szervezetek szempontjából tudom azt mondani, meg a nyugdíjasok szempontjából, hogy rendkívül fontos, hogyha egy közösség összetartozó tudásának a erősítésében, és ha van egy helyiség, egy közösségi helyiség, amit be tud rendezni, ahol 20-30 ember akár naponta le tud ülni, ahol oda tudja vinni a vízforralóját, meg teát, és akkor teázni tudnak, beszélgetni tudnak, újságot tudnak olvasni, stb. Stb. Együtt van. Ugyanis az időskori állapotban az egyik legrosszabb, hogy ott vagyunk egyetlen a lakásban, a bezárt tudatság. És ezért merülször a rossz anyágba beivetel is. Te is kivetítette a rosszul létezést és idegbarátban. Mondhatnám azt, hogy lehet, hogy egyébként olcsóban meg tudom rendelni a költözést, a civil életést, vagy a hátul is inkább. De nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy ezt föl kell öltetni, be kell jönni a laktanyába, és kollégákkal fogok találkozni, és nem nézhetek úgy ki, mint egy menekült, meg kell, hogy lássák, hogy jól tartottak, vagy stb. Minden. És ez az is fajta tartás. Egészségügyi ellátásra kapcsolatban is. Tehát úgy van, hogy másképp jelentkeznek vidékkövetkezések, megint másképp jelentkeznek a központi régiókövetkezések. Hogy az éve egészségügyi ellátásra szempontjából érdekes területek. Nem van a végtelen. Először meg kell
három szakorvosi vizsgálat, több mint fél éve kerül. Két és fél három hónapot a rávizsgálatot vizsgálatot. Hát ebbe kérnénk bennünk a segítséget. Azért merült föl az, hogy esetlegesen az egyenlőségi szolgáltatást idénylem. Én önök idején egy időszakotban üdvözlök ezt, hogy az egészségügyi állományhoz kínkolódott, bizonyos időtől tudom a kórházba, hogy a szakmai tudását szinten tartson a fejlesztés, akkor tudom minden. A víztőletítő kapcsolatokon keresztül esetlegesen helyébe van, hogy fejt a segítséges műteményes, nem tudjék meg elbetenni, hanem mindenütt helyébe van, hogy az egészségügyi ellátás igényben is. A másik dolog, amit mindig írítás engelem, annak hogy ilyen kivatásos katonaként is írítás az, hogy a honvédelem napján a katonák köszöntötték a katonákat. Ez most is mondja. Az idősebb világnapján az idősebb köszönték az idősebb. Én el tudnám képzelni egy olyan rendszert, amikor az idősebb napján, vagy az érdekképesebb ügyvérodás, hogy a vélő katonák szervezet, kapnák egy meghívót. Nem a nyugdíjas szervezetnek kellett szervezkedni, stb. Kapnák egy meghívott gyerek, mert köszöntenek. Most úgy van, hogy a nyugdíjas szervezetek dolgoznak egy csomót, és aztán, hogyha sikerül, akkor találnak egy katonát, aki mond egy köszöntőt. A másik, amit tudnánk változtatni, éppen a kapcsolat erősítése érdekében. Mi akadálya van annak, hogy a katonai ügynökségeken, amikor rendszeresen mennek a nyugdíjasok képviselőknek, szóval ott voltatok járni.